Sikeres és eredményes programsorozaton, rendezvénysorozaton van túl a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei szervezete. Több alkalommal híradónkban is beszámoltunk, többek között Pannonhalmán, hétfőn pedig Győrben zárult ez a fórum sorozat. Sokan voltak, sokat kérdeztek, sok újdonság van 2015-ben. Jó estét kívánok, köszöntöm a Győr Plusz Televízió kedves nézőit, ez itt a Konkrét, benne pedig egészen konkrétan agrárkérdésekkel foglalkozunk, meg sok minden mással, mert szóba kerül majd a Dunakaputéri piac, meg a belvíz helyzet is. Vendégünk a stúdióban Németh Gergely úr, aki megyei elnöke a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarának. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Köszönöm szépen! Tisztelettel köszöntöm én is a tévénézőket. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Először is gratulálunk, mert ha jól tudom, most töltötte be az 50. születésnapját. Ezt nem beszéltük meg, de 50 év nagy idő, úgyhogy gratulálunk a stáb nevében is. Ez csak egy állapot el fog múlni, köszönöm. Hát elnök úr, engem az érdekelne elsősorban is, hogy egy nagyon hatékony és jó fórumsorozaton vannak túl. Ugye korábban híradóstábunk járt Pannonhalmán, ott is sokan voltak, ma pedig Győrben a kamarában tartottak egy ilyen fórumot. Egyrészt az érdekelne, hogy mi az, ami életre hívta ezt a fórumsorozatot. A gazdák igénye volt, vagy önök találták ki, hogy igenis informálják a gazdákat, és főleg milyen témákkal foglalkoztak ezeken a fórumokon? Hát új év, új kihívás, elkezdődött január, február, mondják felénk itt a nyár az agráriumban, de még azt hiszem addig sok víz lefolyik a Dunán, mire eljön a nyár, illetve a tavasz, hogy a földekre rá tudjanak menni a gazdák. Többek közt a változások motiváltak bennünk arra, hogy elindítjuk ezt a programsorozatot, illetve fórumsorozatot, valamint az aktuális olyan változások, amelyek nagyon zsebbevágóan érintik a gazdákat. Itt többek közt gondolok az újonnan bevezetett LKR rendszer, elnézést a kifejezésért, de ma mai világban mindig ezek a mozaik szavak jönnek elő. Ez az elektronikus közúti szállítmányozást követő rendszer, amiről beszélek, valamint minden egyes gazdálkodó, őstermelő, aki regisztrált a Nemzeti Agrárgazdasági Kamaránál, megkapta a felírszámot. Ez egy élelmiszerfelügyeleti díj, ez a kettő együtt fog majd működni, mivel ha valaki szállítmányoz, illetve árut szállít olyat, amely kockázatos, kevésbé kockázatos, vagy netán nem kockázatos áru, annak sajnos többségébe igénybe kell venni ezt a rendszert. Ez a rendszer arra lett kifejlesztve, azért lett kitalálva, hogy megvédjük a tisztességes, illetve a kormányzat megvédje a tisztességes gazdálkodókat, valamilyen szinten kiszűri azokat a nem épp tisztességes, nem épp tisztességes termelőket, és fuvarozó kereskedő cégeket, amelyek, mint az elmúlt időszakban is nagyon emlékezetes számunkra, még itt visszagondolok annak idején a gabonakereskedőkre, ezt mindannyiunk számára azt hiszem, hogy mély nyomokat hagyott, mivel az több milliárdos áfacsalással járt, ez a költségvetést nagyon megcsonkította, ezáltal olyan helyekről vett el pénzt a gazdaságból, ahol nagyon nagy szükség lett volna rá. Itt gondolok a fejlesztésekre, de talán a szociális védőhálót is megemlíthetném, egészségügyet. Szóval én úgy érzem, hogy ez az időszak a gazdáknak is annyira megfelel, és minden egyes agrárium szereplőjének, hogy el tud jönni, végig tudja hallgatni ezeket az előadásokat, és nagyon pozitív tapasztalatokkal, illetve remélhetőleg pozitív hozzáállással tudja megkezdeni az új agrárgazdasági évet. Földadásvételi dolgokról is volt szó. Nem tudom, hogy erről volt-e szó a fórumon, de engem mindenképpen érdekel. Az elmúlt években, évtizedekben rengeteget beszéltünk arról, hogy zsebszerződések, meg hogy rengeteg Győr-Moson, Sopron megyei föld is van külföldi gazdák kezén. Ebben az ügyben sikerült-e áttörést elérni? Egy picit sikerült-e ezt visszaszorítani, hiszen országos szinten is sokat beszéltünk, vagy beszéltek arról a szakemberek, hogy jó lenne, hogyha magyar kézben lenne a magyar föld. Most mi a helyzet? Hát földrajzi fekvésünknél fogva ez nagyon érintette Győr-Moson, Sopron megyét, de érintette Vas-Zala, illetve Somogy megyét is. Látjuk, hogy mikor ez az új földforgalmi törvény megjelent, illetve életbe lépett, lehetett látni, hogy menekülnek a 100-150 hektár, illetve annál nagyobb földterületekről azok, akik úgy szerezték meg, vagy úgy jutottak hozzá, hogy valamilyen úton, módon zsebszerződés, életjáradék, nem életvitelszerűen gazdálkodtak, befektetési céllal vásárolták meg ezeket a földeket.
Hát itt még mindig azt mondom, hogy a földforgalmi törvény részéről hagyott maga után egy kis kívánnivalót, de bízom benne, hogy ezt a kormányzat a közeljövőben meg fogja oldani, és az Unióban, ha befejeződik ez a szerződésszegési eljárás, akkor a jogalkotó a földforgalmi törvényt módosítani fogja. Mivel itt még a zsebszerződéseket 100%-ban nem tudjuk kizárni, nem tudjuk kiszűrni, itt van nagy jelentősége a települési agrárgazdasági bizottságoknak. Ez azt jelenti, hogy a megye 183 településén működik ez a bizottság, ez a helyi köztiszteletbe álló megbízható emberekből alakult, akiknek a szavára tudunk mi adni, mint Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöksége, hisz a földtörvény az úgy működik, hogy az ő javaslatuk alapján hozzuk meg mi a döntésünket minden egyes földadásvételnél, és ha ők látnak olyan gyanús esetet, hisz ők vannak helyben, ők tudják, hogy megvette, nem vette már esetleg 10-20 évvel ezelőtt azt a földet, most akarja legalizálni, most lett földműves. Szóval nagyon sok itt még az anomália, de bízom be, hogy a közeljövőben meg tudjuk oldani ezeket a problémákat. Fórum sorozat után egy éles váltásra, egy egészen más téma. Néhány héttel ezelőtt ön is ott volt azon a sajtótájékoztatón, a Borkai Zsolt polgármester úr bejelentette, hogy visszatérhetnek a termelők, az ős termelők, pontosabban mondva a Dunakapu téri piacra. Örömmel vettük észre, hogy ott van a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és szakértelmével segíti a várost. Hogyan kerültek önök képbe, és pillanatnyilag hol tart a Dunakapu téri piac ügye? Mennyire tudják önök azt segíteni, hogy valóban egy ős termelő, egyfajta biopiac jön létre ezen a gyönyörű téren? Hát a 2012 évi agrárkamarai törvény kapcsán kötelezővé tette minden egyes termelőnek az agrárkamarai tagságot. Itt az agrárkamarába belefér az élelmiszerfeldolgozás, vidékfejlesztés, és ezáltal Győr-Moson-Sopron megyébe több mint 13 ezer tagja van a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarának. Országosan meghaladja a 380 ezret ez a létszám. És azt hiszem, hogy nagyon büszkék lehetnek a győriek erre a megújult piactérre, visszakapja szinte eredeti állapotát, hisz tudjuk, hogy több száz évvel ezelőtt is a kofák, a kereskedők lepték el ezt a piacot. Most a 21. századnak megfelelően sikerült kialakítani. Én magam részéről csak annyit tudok, és azt kívánom, hogy ez a piactér olyan legyen, amely már működik Nyugat-Európában, Magyarországon még nem tudok ilyenről, amit mi szeretnénk kialakítani. Az, hogy a megbízható termelők megbízható áruval és a megbízható vevőknek kínálják portékáikat, és mindenhol szeretném kihangsúlyozni, hogy arcot ad a kereskedő az árujának, és az, aki annak az áruját hosszú távon folyamatosan megvásárolja, az esetleg menjen el, nézze meg egy nyílt napon a termelői helyet, mert arra is nagyon nagy szükség van, hogy hol termeli, milyen körülmények közt termeli meg ezeket a étel, illetve zöldségféleségeket, hisz itt lesz, azt hiszem, hogy füstölt áruból kalbász, sonka árusításra is lehetőség, és ez mind a kézműves manufaktúra, illetve a kézműves előállítás keretén belül az őstermelők fogják előállítani. Én azt hiszem, hogyha itt egymásra talál a kereskedő és a vevő, akkor hosszú távon ennek lesz létjogosultsága. Na hát bízunk benne, hogy így lesz ez. Még egy éles váltás. Éppen ma reggel hallottam a rádióban, hogy nagyon súlyos a belvízhelyzet Magyarországon. Szerencsére mi így Győrben annyira nem látjuk. Én naponta kétszer átszelem a megyét, úgyhogy szépen látom, hogy a megyében is bőven van föld, ami víz alatt van. Győr-Moson-Sopron megyében mennyire aggasztó a helyzet, és mennyire hátráltatja ez azt, hogy hamarosan indulhatnának majd a tavaszi munkák, és a gazdák nem nagyon tudnak rámenni a földre. Hát erre mondom én azt, ugyan közhely, ember tervez, Isten végez. Itt majd a bőti szelek talán bízzunk be, hogy hozzásegítik a gazdákat ahhoz, hogy minél előbb rá tudnak menni a földjeikre. Sajnos Győr-Moson-Sopron megyében is vannak problémás helyek. Itt a Mosoni felsik, valamint a Fertőzug, ami sajnos most mind a mai napig szinte a Fertőtó úgy néz ki, mint a Balatonunk, megkétszereződött a területe. De bízom abba, hogy a vízelvezető árkok, illetve a vízelvezető rendszerünk az majd fog működni, illetve jól fog tudni működni, és ezeket a problémákat, mihelyt megjön a tavasz, megjönnek a szelek, rövid időn belül helyreállítja. Mi is megteszünk mindent, mint gazdálkodók, mint kamara többek közt, mint köztestület, próbálkozunk, illetve nem csak próbálkozunk, hanem teszünk is azok
azon szervek fele, mint gondolok itt a vízügyi vízi társulatok, vagy önkormányzatok, hogy próbálják meg a közmunkásokon keresztül, vagy esetleg gazdák összefogásával kitisztítani a vízelvezető árkaikat, mert ezzel azt hiszem, hogy napokat, sőt heteket lehet nyerni, ha a vízútját biztosítani tudjuk. Elnök úr, nagyon sok kérdésem lenne még, de letelt az időnk, legközelebb folytatjuk. Még egyszer boldog születésnapot, és jó munkát kívánok az Agrárgazdasági Kamara élén. Köszönöm, hogy itt volt velünk. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, ez volt ma a Konkrét. Legközelebb szerdán ugyanitt, ugyanebben az időben találkozhatnak majd a műsorral, meg velem is. Egészen új vendéggel és új témával érkezem. Addig is vigyázzanak magukra, viszontlátásra! A műsorvezető ruházatát a Carlo Benetti és a világmárkákat is forgalmazó Griff Collection üzlethálózat biztosította.